Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. A mai szolgálatom címe az Alázat köntöse. Egy olyan dologról szeretnék beszélni, amelyet egész életünkön át tanulnunk kell. Attól, aki a legjobban megalázta magát a teremtettségben, a mi Úrunk Jézus Krisztus. És ehhez szeretnék ma néhány igét felhozni számotokra, és megnézni, hogy a Biblia hogyan gondolkodik az alázatról, mi az, amit tanít nekünk, ami ebbe a kis rövid időbe bele fog férni. Alapigéül a Lukács evangéliuma 18. részéből szeretnék néhány nagyon jól ismert igét felolvasni. Lukács evangéliuma 18. rész 9. versétől. A megnevezett helyen így hangzik Isten igéje. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így imádkozott önmagában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszerű pedig távol állt, még a szemét se akarta az égre emelni, hanem a mellét verve ezt mondta, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nagyon jól ismert példázata ez a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, és amikor Jézus Krisztus példázatokban beszél, akkor a Máté 13-ból és a másik helyekről tudjuk, hogy olyan titkokat jelent ki az Isten királyságáról, illetve az emberi természetről, Isten természetéről, amelyek nem hétköznapi beszédként hangzanak el, és amikor Jézus a példázataival tanít, akkor nagyon sokszor a szélsőségeket mutatja be, a szélsőségekre hívja fel a figyelmet, mint ebben a történetben is. És itt a imádkozás kapcsán, hogy látjuk a farizeust és a vámszedőt, ez valóban a társadalom két véglete volt, az elvileg legszentebbnek, legtisztábbnak, legerkölcsösebbnek tartott farizeusság, illetve a társadalom söpredékének tartott vámszedőt állítja szembe itt Jézus Krisztus, és nem véletlen a történetnek a kontrasztja, amivel Jézus befejez a történetét, hogy mekkora megdöbbenés kelthetett az emberekben, hogy Isten egy ilyen alávaló bűnös embernek azt az öt szavas imádságát úgymond többre értékeli, mint a farizeusnak az életét és a farizeusnak a viselkedését. Azért beszél erről Jézus, mert a címzettek, illetve megszólítottak, olyan büszke öntelt emberek, akik másokat lenéztek és megbetették, és azt gondolták, hogy az élet szentséget, az Istennek való megfeleltséget a saját önerejükből el tudják érni. És ez azért veszélyes, mert nagyon sok bűn van, ami elválaszt bennünket Istentől, de a büszkeség, a felfúvalkodottság és a gőg vagy a kevésség egy olyan bűntípus, ami maga Isten személye ellen támad. Ez az ős bűn a teremtettségben, ahogy olvashatjuk a Ézsaiás profétánál és Ezékielnél is, hogy amikor a sátán fellázadt, mi volt a bűne? A felfúvalkodás, a lázadás, a gőgösség volt az a büszkeség, amelyel fölé akarta magát emelni Isten trónjának, és ez a gondolkodásmód az ember bukása után is bejön a teremtettségbe, bejön a teremtett világba, bejön az emberi gondolkodásmódba, és Jézus pontosan azért beszél ebben a példázatban a felfúvalkodottságról, illetve az így gondolkozó emberekről, hogy látszólag minden rendben van az életükben, de holott Isten előtt nem tudnak elfogadást nyerni és elfogadást találni. Jakab apostol levelében olvashatjuk, hogy közeledjünk Istenhez, és ő is közeledni fog hozzánk. Ez nem csak egy ilyen szellemi közeledés jelent, hanem ott egy időhatározó is van, hogy minden lehetőséget, időt ki kell használni arra, hogy közeledjünk az Istenhez. Ragadjuk meg azokat a lehetőséget és alkalmakat, amikor imádkozhatunk, igét olvashatunk, közösségbe lehetünk egymással és az Úrral, mert ezek mind abban segítenek, hogy minél közelebb vagyunk Krisztushoz, minél közelebb vagyunk Istenhez, az ő szentségéhez, az ő lényéhez, az ő természetéhez, annál inkább tud bennünket átformálni és átalakítani az ő szelleme által. Néhány kérdés, ahogy Jézus is ezt a példázatát megfogalmazta, megfordult már a fejedben vagy a fejemben az, hogy én különb ember vagyok, mint mondjuk a szomszédom, mert én gyülekezetbe járok. Megfordult a fejembe, hogy mivel én házas vagyok, gyermekem van, külön vagyok azoknál, akik egyedülállóak.
Megfordult a fejembe az, hogy sokkal elkölcsösebb életet élek, mint egy parázna vagy egy prostituált, egy drogos. Ez a példázat nekünk szól. Hajlamosak vagyunk így gondolkodni, ahogy ez a farizeus is gondolkodott, mert látszólag gyülekezetbe járunk, látszólag megtértünk, újjászülettünk, vannak érdemeink, vannak teljesítményeink, de közben az életünkben komoly problémák vannak. A példabeszédek 16. része és a 8. része is arról beszél, hogy Isten a büszkeséget gyűlöli és utálja. Tehát Isten természetétől teljesen idegen és teljesen taszító viselkedés, hogyha valaki büszke vagy gőgös, és többnek képzeli magát annál, mint amennyi az ő teremtettségéből, illetve az Isten előtti való állapotából fakad. Ez határozottan negatív színben tünteti fel a Szentírás, és ez azért veszélyes bűn, ez a büszkeség, ez a kevésség, mert általában azok nem veszik észre, akik a legjobban benne vannak. Vakká teszi az embereket. Erre majd mindjárt fogok hozni egy példát is, és majd segítségül hívom az arám, az akkád és a héber nyelvet is, mert ahogy szoktam mondani, elég képes beszéd van a Szentírásban, főleg az Ószövetségben, és ott a képek is nagyon sok mindent illusztrálnak és tanítanak számunkra. És még egy dolgot, mielőtt belevágnánk a témába, hogy az alázat az nem féreg teológia és nem kisebb rendűségi komplexus. Sokan úgy tekintenek az alázatra, ami egy megvetendő dolog, egy utolsó dolog, hogy az embert békjóba köti, teljesen egy ilyen féreg mentalitást hoz be az életébe, hogy neki kell mindig a legutolsónak lenni. Nem, az alázat, majd látni fogjuk, a méltóságról szól, a tisztességről szól, mert aki ebben az alázatban jár, számtalan igevers van rá, és már ezekkel szeretném befejezni, hogy Isten azt az embert felmagasztalja. Azt az embert Isten megáldja, megdicsőíti, mert a jobb részt választotta. Erről szól az alázat, és nem pedig másról. Nézzük a főszereplőket. Az első főszereplőnk a farizeus. Akik ismertek, tudjátok, hogy elég sokat beszéltem már erről a fajzatról. Elég sokat tárgyaltuk már, és nem tudom, emlékeztek, amikor a krisztusi szabadságról beszéltem, ott mondtam, hogy hányféle farizeus van. Emlékeztek rá? Van 7 féle farizeus van, ez most a vápántos farizeus, akiről éppen itt találkozhatunk, aki az érdemeit sorolja fel, és mint annak idején az orosz tábornokok és az orosz vezérkari főnökök a nagy 30 kilós érem kollekcióval rendelkeztek. Ez a farizeus is ilyen, így jelenik meg Istennek a jelenlétében, és azért érdekes, mert ha megfigyeljük a szöveget, akkor ez az egész egy performance volt. Az eredeti szövegből derül ki igazából, hogy a farizeus nagyon jól látható helyen áll meg, teljesen egy picit elkülöníti magát a tömegtől, erről Jézus ugye a Máté evangélium elején is beszél a hegyi beszéd kapcsán, hogy hogyan is imádkoznak, meghosszabbítják ezt, hogy jó hangosan is imádkoznak, hogy mindenki lássa és hallja, és ez magukban nevében is benne volt, mert a farizeus szó az a perushim kifejezésből származik, ami azt jelenti, hogy elkülönülő. Tehát ők nem vállaltak senkivel közösséget, aki úgymond nem az ő csoportjukhoz tartozott, különösen azokkal nem, akik itt láthatjuk, hogy a vámszedő is. És nagyon érdekes az eredeti kifejezés, mert a farizeus nem elsősorban magában imádkozott, hanem magához imádkozott. Tehát az imádság az nem Istenhez szólt, hanem magához beszélt. Szó szerint ezt jelent a görög szöveg, hogy magához beszélt a farizeus, amikor ezt az imádságot mondja, és nagyon jól lehet látni, hogy a farizeus a törvénnyel fog találkozni, a vámszedő pedig majd az Isten kegyelmével és az Istennek az írgalmával. És ha a farizeus imádságát megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy látszólag jól kezdi az imádságot, hiszen hálaadással kezdi, ez a legtermészetesebb, ez a legjobb dolog, és ha mélyebben belegondoltok, itt szóba kerül Istennek a neve? Vagy amit Isten tesz az életében? Semmi. Itt csak az ön érdemei, amit a saját erejéből elvégzett, sorol fel itt egy csomó dolgot, teljesen magával van elfoglalva, az ő személye van a középpontban. És azt hitte, hogy mielőtt ezeket a vallásos dolgokat megcselekedte, aminek egy része előírta a törvény, egy része pedig az atyák hagyománya volt, ami később ugye a Talmudban kerül rögzítésre a 3., 4. és az 5. században, a tannaiták, az amorimek és a szoferimek által. Ő azt hitte, hogy teljesen minden rendben van az életével, és nem lesz semmi probléma. És figyeljétek meg, hogy a történet a templomban játszódik. Mind a ketten elmennek a templomba, külön érdekes, hogy a
vámszerű tudott imádkozni a templomban, mert a templom őrség egy külön csoport volt, amikor az imádkozás órája volt, egy nap ugye háromszor imádkoztak a templomban, akkor volt a templom őrség, aki az oda nem kívánatos elemeket igyekezett kiszűrni és eltávolítani, kivitték a keleti kapun kívülre, ilyenek voltak a vámszerűk, hogyha valaki esetleg betegséget láttak meg, azt is eltávolították, ha valaki pogány volt, azt is kivitték a pogányok udvarába, hogy ott imádkozzon. Hát volt egy ilyen komplett őrség a templomban, és ez a vámszerű valahogy sikerült neki megúszni ezt a dolgot, és jó messzire, jó távol állt meg, hogy ne is keveredjen az emberekhez. És ugye az a legpusztítóbb az egészben, ha megnézitek, hogy a farizeusnak igaza volt. Mert ő amit mondott, és amit úgymond megcselekedett, azt tényleg megcsinálta. És abban nagyon jó volt. És ez a veszélye az emberi érdemeknek és cselekedeteknek, hogy azt hisszük, hogy ezeket ha megtesszük, akkor tényleg minden rendben van. És ez a farizeus, hogy mondtam, egy nagyon törvénytisztelő ember volt. Annyira tisztelték a törvényt, hogy még egy kerítést is húztak a törvény köré, a Tzaják Torát, hogy nehogy megszegjék az atyák hagyományát, és ezáltal a törvény is megsérüljön, mert akkor Izrael megint pusztulásba fog menni, és bűnbe fog menni, és ez a farizeus elmegy a templomba, elmegy Istennek a házába, és nem olyan volt, mint néhány online baptista, hogy nem érek rá gyülekezetbe menni. Ez az emberben volt annyi idézőben tisztelet, még ha nem is a megismerés szerint, hogy a templom, Istennek a háza, az imádságnak a háza, azt tiszteletben tartotta. Nem azt mondta, hogy hát majd otthon online megnézem az Isten tiszteletet, mert fontosnak tartotta azt, hogy jelen legyen az Isten tiszteleti alkalmon. Fontosnak tartotta azt, utólag nézve ugye képutató módon is, de hogy ő ott legyen. Fontos volt számára, hogy megjelenjen úgymond Isten népe körében, és nem mondta azt, hogy nem érek most rá elmenni. Vagy szülők azért nem hozzák a gyereket vasárnapi iskolába, mert éppen falevélszedési klub van, és vasárnap délután azt mindenképpen meg kell csinálni, és inkább nem visszük a gyereket a gyülekezetbe. Pedig a kis farizeus gyerekeket szépen hónuk alatt vitték a kis szőlőskertnek elnevezett kis iskolákból, 5 éves korukban már betették őket, és a házon vagy a kántor foglalkozott velük, és úgy képezte is ezeket a gyerekeket. Ők ezt nagyon fontosnak tartották. És ez, mivel a probléma ugye az volt, hogy nem szívből tették, csak ugye megszokásból, hagyományból, de nem voltak képesek, hogy ezt az alkalmat elmulasszák. És ez azért furcsa és veszélyes ebben a mai világban. Egyre több statisztika kerül ki az elmúlt években arról, hogy a mai társadalom és a kultúra, illetve a jóléti társadalom milyen hatással van az istentiszteleteknek a látogatottságára és a gyakoriságára. Ugye az egyik nagy probléma, amit felfedeztek ezek a társadalomtudósok, illetve keresztény kutatók, hogy amikor megnövekszik a jólét, megnövekszik az anyagi erőforrás, amivel az emberek rendelkezhetnek, akkor egyre több mindent tudnak költeni, egyre több mindenre tudnak költeni, és éppen ezért a prioritásukban a gyülekezeti munka, a gyülekezetbe járás a háttérbe szorul, mert a szabad napjaikon, különösen a hétvégén az erőforrásaikat használják fel és élik fel. Míg régen egy átlag család évente egyszer, max. Kétszer tudott elmenni kirándulni, nyaralni, vagy egy-egy hétvégét tudott így eltölteni, most már gyakorlatilag olyan erőforrások is rendelkezésre állhatnak, anyagi források, hogy akár majdnem minden héten vagy havonta többször is el tud menni, és ez fontosabbá válik, mint az Isten tiszteletre járás, az Úr közösségébe járás. És lehetne még ezeket a problémákat sorolni. Fontos, hogy az Úrral való közösségünk, a gyülekezetbe való járásunk, ahogy ez a farizeus is tette, de nem farizeusi módon, az legyen rendszeres az életünkben. Ne keressünk vasárnapra programot, ne keressünk vasárnapra kifogásokat, és most szintén nem farizeusi módon törvényeskedni akarok, hanem az értékrendre felhívni a figyelmet. Hogy mennyivel áldottabb Isten népe körében lenni, Isten tiszteleten lenni, és ezeket a dolgokat egy olyan időre időzíteni, amikor ez nem ütközik azzal, hogy közösségbe és gyülekezetbe járhatok. Aztán azt is mondja a farizeus, hogy ő tizedet fizetett. Ráadásul olyan módon fizetett tizedet, hogy még nem csak abból, amit a törvény előírt, hanem még azon felül is, amit vásárolt. Holott azért már a termelő a tizedet megadta az Úrnak. Ez kőkeményen vette az Úrnak való adakozást, és ezt tényleg komolyan is gondolta. És ma pedig azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy nagyon sokszor
és most nem a tized kérdéséről van elsősorban szó, hanem hogy szűkön mérjük Istennek az adományainkat. Hogy nagyon megáll bennünket az Úr, nagyon megsegít, és akkor csak úgy csúrantunk, cseppentünk valamit. Ez a farizeus még ezt is komolyan vette. Isten előírta a tizedet a törvényben, igaz, hogy jó, rosszul, de azért megtartotta. És a farizeus böjtölt is. Ugye a mózesi törvények a évi nagy ünnepi böjtöt írták elő a engesztelési napon, a többi az ilyen fakultatív volt, általában gyász esetén vagy különösebb nehézségek idején böjtöltek. Ez a farizeus egy héten kétszer böjtölt, hétfőn és sütörtökön böjtöltek a farizeusok, és ezt úgy képzeljétek, hogy kihagytak egy étkezést reggel vagy délbe, ők napkeltétől napnyugtáig se víz, se kaja, Közel-Keleten. Ezt kőkeményen vették. Hetente kétszer böjtöltek így a farizeusok. Tehát látszólag egy nagyon jól odaszánt életű ember volt, ami a társadalomban úgymond egyfajta státuszt képviselt, egy státuszt szimbolizált, és ők voltak a kornak úgymond a celebjei, főleg ezek a vápántos farizeusok, illetve a társai, és ott sok gyerek nem Rambó akart lenni meg ilyen, hanem egy jó farizeus akart lenni, mert őket szerették az emberek, szépen leültették őket a főhelyre, elsők voltak a vendégségbe, meghívták őket a nagyobb közösségi alkalmakra. Hát egy státuszszimbólum volt, és ez a farizeus azt gondolta, hogy majd Jézusnál is be fog vágódni, de aztán majd látjuk több új szövetségi történetből, hogy Jézus azért, és hogy korábban erről volt szó is pásztorunk szolgáltában, azért ő nem ment be ennek a hagyománynak a tisztelete és uralma alá, hanem ő megmaradt abban a szabadságban, amit az atyától látott, és az atyától vett. Mi volt a farizeusnak a problémája? A büszkeségen és az önteltségen túl, erről ugye Jézus beszél a Máté evangéliumában, hogy miért nézel a másik szemében a szálkát, amikor a tiédben gerenda van. Tehát ez a farizeusi látásmódnak a lényege, és itt Jézus tulajdonképpen ezt a kijelentését bontja ki, hogy mit is jelent ez a szálka és a gerendának a problémája. Itt két nagyon érdekes kifejezés van. Az egyik maga az a észrevétellel kapcsolatban, aminek az eredeti jelentése, hogyha az arámi nyelvet megnézzük, mert Jézus ugye arámi nyelven mondta ezt a kifejezést, ez azt jelenti, hogy valamit megvizsgálni, összehasonlítani, valamit mércévé tenni. A farizeusok így gondolkoztak, hogy neki gerendája van, ő a legnagyobb bűnös, nekem nincsen problémám, ott a történet teljesen fordítva volt. És sok keresztény elhiteti magával azt, hogy én csak egy picit csaltam, egy picikét hazudtam, egy picikét loptam, nem igazából nagy kárt nem csináltam senkinek, és külön vagyok azoknál, akik cégéres bűnöket követnek el. Ez azért probléma, mert ez a gerenda effektus behálózza az embert. Egy olyan szó van itt a gerenda helyén, aminek a gyöke a pókhálóhoz hasonlít. Ahogy az emberek a gerendából építik a házakat, a pók ugye a pókhálójából készíti magának, ahol éppen tartózkodik, és amikor ezek a kis bűnök az embernek az életében ott vannak, ami úgymond szemünkben gerenda lesz, az bepókhálózza az életét és megfojtja. Csapdába ejti. Erről beszél itt Jézus, hogy a farizeusnak ez a látásmódja teljes mértékben csapdába ejtette őt, mint ahogy a pók is csapdába ejti a pókhálójával az áldozatot. És a farizeus elfelejtette azt, hogy az Istenhez való közeledésnek, bár pedig a törvényt jól ismerték, ugye, illetve az ószövetségi írásokat, az az alázat, a megtört szívű alázat. Amikor az ember elismeri az ő kisebbségét Istennel szemben, elismeri Isten nagyságát, Isten méltóságát, és így közeledni az Istenhez. Nem pedig szépen kiállva, nagy díszes ruhába, nagy felhangon, imádkozva, hogy ő nem olyan, mint ez a vámszedő itt a sarokba. És ugye, ahogy mondtam, ez teljesen a magamutogatás és a büszkeség volt, és ez a büszkeség, ahogy az írás is mondja, elveszi a látást. Tehát az embert megvakítja ezt, hogyha a gerenda ott van a szemében, ott van az életében, akkor nem fog normálisan látni. És amíg mi azt is megfigyeljük, hogy Jézus ezt a három példázatot, ugye azzal kezdődik a 18. rész, a bírónak és az özvegyasszonynak a példázatával, ott igazából a kitartó imádságról beszél, itt pedig az alázatos imádságról beszél. És utána pedig a gyermeki lelkületről beszél. Tehát egy olyan mintát ad az imádkozás számára, ami
szerintem egy nagyon jó belépő ahhoz, hogy megértsük, mit jelent kitartóan imádkozni, mit jelent alázattal imádkozni, és mit jelent gyermeki lelkülettel imádkozni. Érdemes Jézustól megtanulni ezt, mert a példázatnak ez is egy nagyon fontos eleme, még hogyha nem is központi eleme, de nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme. És ez a farizeus, ahogy zimájából látjuk, illetve Jézusnak a utolsó mondataiból, ő nem találkozik az Istennel. Azért megy el a templomba, hogy megmutassa magát az embereknek, hogy eljátsza azt, hogy ő mekkora nagy hívő, mekkora nagy törvénytisztelő, törvénytudó ember, és nem találkozik az Istennel. És ez egy óriási tragédia, hogy amikor úgy jövünk el egy gyülekezetbe, olyan szívvel, olyan lelkülettel, hogy nem találkozunk az élő Istennel. Na ez az igazi tragédia. Nem az, hogy vagyunk felöltözve, hogy nézünk ki, hanem az, hogy találkoztunk-e az Istennel, vagy nem. Megérintett bennünket Isten, vagy nem. Akár a dicséretben, akár a prédikációban, akár bármilyen szolgálatban, fontos, hogy találkozzunk az Istennel. És ehhez az út nem a büszkeségen, nem a felfúvalkodottságon, hanem az alázaton keresztül vezet. És nincs más út. Jézus Krisztusról az ige nagyon hangsúlyozottan mondja a Filippi levél második részében, a úgynevezett híres Krisztus himnuszban, a teológiának az egyik központi tantétele Jézus testélételével kapcsolatban, hogy megalázta magát, felvette a szolgai formát. Aztán az evangéliumban mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos szívű vagyok. Ezért mondom, hogy ez nem egyik napról a másikra működik, ezt életünk végéig tanuljuk. Nézzétek meg Pál apostolt. Amikor az első levelét, a Galatákhoz írt levelet írja, Pál az apostol, én az apostol. Utána meg kicsikét később azt írja, hogy egyike vagyok az apostoloknak, utána már a legkisebb vagyok az apostolok közül, és a búcsú levelében már csak annyit közül, hogy a bűnösök között én vagyok az első. Pál is egész életében tanulta ezt, hogy hol van az ő helye, pedig, ahogy mondja is, többet dolgoztam, mint az összes többi apostol, de nem én, hanem az Úr velem való kegyelme. Pál is egész életében tanulta ezt a fajta alázatot és ezt a fajta tiszteletet. Ez a farizeus úgy ment el, ahogy érkezett. Semmi nem változott az életében. Ugyanúgy fel fog másnap reggel kelni, ugyanúgy megteszi ezeket a dolgokat, ugyanúgy elmegy az aznapi három imádságra, ugyanezeket a dolgokat elmondja, és ez nem fog változni. A zsidóságban mind a mai napig benne van ez a típusú ima, hogy amikor reggel felkelnek és imádkoznak, a zsidó férfiak hálát adnak, hogy ők nem pogányok, hálát adnak azért, hogy ők nem nők. Ezzel kezdődik az imádság. Az összes többi az majd csak ezután jön, a nők pedig megköszönik, hogy az Úr teremtette őket, az egyszerűség kedvéért. De ez az imádság már több mint 2000 éves, és így gyökerezik a Bibliában, és ez megmaradt. Végig a zsidóságban, ugye van a különböző imádság típusok vannak, de ez a fajta dolog, ez benne van. Jézus korában még ugye azt is hozzátették, hogy hálát adtak, hogy nem samáriaiak például. Ezért is külön hálát adtak, hogy ők mennyibe különbözőek a másik embertől. És még ha egy minimális részigazság is volt ezekben a dolgokban, mert a törvény alapján lehet igazolni, hogy milyen áldása van azoknak, akik az Úr törvényében gyönyörködnek, akik szeretik az Urat, akik az Úr népéhez tartoznak, de ezt akkora arroganciával és gőggel tették, ami eltaszította az embereket az Isten megismerésétől. És nézzétek meg, hogy a farizeusoknak az volt a problémája, amiről Pál apostol beszél a Római Levél 10. részében is, hogy Isten szerinti buzgóság van bennük, csak nem a megismerés szerint. Van egy elméleti tudásuk, szeretik Jákvét, szeretik a szövetség Istenét, aki adta a Tórát nekik meg az igét, de nem volt megismerésük, nem volt személyes találkozásuk és kapcsolatuk az Istennel. Pedig feljegyzések vannak róla, hogy ebben az időben is volt Istennek meglátogatása a templomban. Voltak természetfölötti események a templomban, Isten meglátogatta az ő népét. Amikor Jézus is ott van, működnek a természetfeletti dolgok. De ezek az embereknek fontosabb volt a vallásuk, az ész hitük, mint az, hogy az élő Istennel találkozzanak, és valóban megéljék az Istennel való közösséget. És az újjászületett keresztényekre és hívőkre mindig a vallásosság a legnagyobb veszély. Ami kiöli a hitet, kiöli a reményt az embernek a szívéből, és felépít benne olyan emelvényeket az Istennel szembe, amit nagyon-nagyon nehezen lehet lerombolni, és új szántással lehet csak ezeket a dolgokat újrakezdeni. És itt van ez a vámszedő. A vámszedő, ahogy mondtam, a legalja csoportba tartozott a farizeusok szemében, de általában a zsidó társadalom szemében, azért, mert ugye ezek ugye nagyrészt zsidók voltak, és ők a rómaiaktól a vámszedésnek a jogát birtokba vették. Ez azt jelentette, hogy minden vámszedőnek megmondta a római helytartó, hogy mit tudom én,
Zákeus ott van ugye Jerikóba, a Jerikói átmenő ponton, ott az egyik forgalmas út volt, hogy X aranynak kell évente befolyni. Ami e fölött van, az mind a vámszedőjé. Most gondoljatok bele, hogy ez mennyire nem volt egy korrupt munka. Nagyon megsarcolták az embereket. Nézzétek meg, amikor Zákeushoz bemegy Jézus, akkor Zákeus vagyonának a felét szétosztja, gondoljatok bele a felét. Osztja szét, a másik fele még mindig megmarad neki, meg visszaadom a négyszeresét, ötszörösét, mindent visszaadok, és még így is bőven marad neki. És emiatt, hogy kiszolgálták a római birodalmat, saját testvéreiket megvámolták, megsarcolták, ezért nagyon-nagyon lenézték őket. És ha megfigyelitek a Bibliában, Jézus ezekért az emberekért jött. Nem az önelégült, felfúvalkodott emberekért, hanem ezekért a bűnös vámszedőkért. Gondoljatok bele, amikor Jézus azt mondja, hogy a vámszedők és a paráznák megelőznek benneteket az Isten királyságába. Ez olyan, hogy most Jézus azt mondaná, hogy ugyanezeket a szavakat mondaná most nekünk. Hogy egy, mondjuk a navos már nem teljesen az a kategória, bár mostanában ott is voltak zűrök, de hogy a prostituáltak, a drogosok, a mafiózók meg fognak bennünket előzni az Isten királyságában. Biztos, hogy nem esne jól, jó pár embernek. És megintene bennünket abban, hogy hogyan gondolkozunk és hogyan élünk. De Jézus nagyon szerette ezeket az embereket. És ha te most ebbe a vámszedői állapotban vagy, egy elveszett bűnösnek érzed magad, aki nem is jöhet Isten jelenlétében, ő lehajtotta a fejét, verte a mellét, teljesen félrehúzódott, teljesen megalázkodott, amennyire csak tudott, ezt az Isten felemelte. És ha te ilyen szívvel vagy most itt, akkor hirdetem neked, hogy van bűnbocsánat, van szabadulás, van kegyelem Jézus Krisztusban. Nem kell szégyelned, ha ebben az állapotban vagy, mert jó helyen vagy. Jó helyre jöttél el. Az Isten házában vagy. És haza lehet menni megigazulva. Haza lehet menni újjászületve, megszabadulva, meggyógyulva. Haza lehet menni. Ez a kegyelem napja, az üdvösség napja. Ez ma van. És a vámszerű ezt megragadta. Élt ezzel a lehetőséggel. És ő tényleg úgy ment haza, hogy a mázsás súlyok lekerültek róla. Nem pedig újabb lecsni kerültek rá, hogy megint ki lehet pipálni a mai napot. Teljesen felszabadult szívvel és lélekkel ment haza. És nagyon érdekes, hogy amit kifejezést használ itt Jézus a megigazultsággal kapcsolatban, ez később a páli teológiának lesz az alapja, a megigazulást annak, ugyanez a kifejezés szerepel itt. Vagyis ez az ember, a megigazulás azt jelenti, most nem fogok a mély teológiai részét kielemezni, nagyon röviden a megigazulás azt jelenti, hogy Isten úgy tekint rád, miután újjászülettél, mintha soha nem vétkeztél volna. Teljesen igazzá váltál Isten szemében. Egy új lappal indulsz. Aki Krisztusban van, az új teremtés. A régi elmúlt. Nem azzal kell foglalkozni. És ez a vámszedő így megy haza, hogy meg tudod szabadulni ezektől a dolgoktól. Mert őszinte szívvel, megalázkodva magát, kifejezte fizikailag is, ugye erről is fogok mindjárt kicsikét beszélni, hogy a megalázkodásnak, az alázatnak van fizikai és szellemi törvényszerűsége. Ez a farizeus nem így tudott hazamenni. De a vámszerűnek sikerült. Ő találkozott az Istennel, akit nagyon sokan lenéztek, megbetettek, ahogy mondtam, még ki is dobták őket a templomból. A szikáriusok, illetve a zelóták néha meg is aprították őket, mert ugye, ahogy mondtam, a nép ellenségeit, az állam ellenségeit látták benne. És ezért fontos, hogy amikor az úrházába is jövünk, illetve az életünket megvizsgáljuk, akkor ez a fajta alázat és a büszkeség helyen legyen az életünkben. Van három kulcs kifejezés, vagy ilyen kulcsmondat, ami segíthet eldönteni azt, hogy esetleg hol tartunk ebben a büszkeség és nem balítélet, hanem alázat kategóriájában. Egy picikét vizsgáljuk meg, mert ahogy mondtam, ez egy nagyon alattomos és egy nagyon sunyi dolog ez a büszkeség. Olyan hamar büszkék tudunk lenni a legkisebb érdemeinkre, a legkisebb jó dologra is, amit teszünk, és érdemes felismerni idejében, hogy nehogy esetleg nagyobb probléma legyen. Az egyik ilyen gondolkodásmód, nem is mindig mondják ezt ki az emberek, de úgy valahol bennük van a lényükben, hogy én jobb vagyok, mint te. Ez az összehasonlító kategória, hogy megpróbáljuk valamilyen módon a saját személyünket pozitívabban beállítani, mint a másik embernek a személyét. Ez egy kritikus szellem, egy olyan szellem, ami, mint ez a farizeus is, mindig azt néz, hogy miért vagyok jobb a másiknál. Jobb munkahelyem van, több pénzem van, sikeresebb vagyok a szolgálatban, valami mindig van, nekem egy gyerekkel több van, nekem ilyen meg olyan dolgaim vannak. Ezek mindig összehasonlítják magukat a másikkal,
vagy én ilyen családból származom, én 5 generációs baptista vagyok, stb. Stb. Vannak ilyen kis apró dolgok, és nézzétek meg Pétert. Péter ilyen volt, amikor a Getsemáné kerti események vannak, meg a Jézus halála körüli események, azt mondja Jézus, Uram, ha mindenki megbotránkozik benned, én nem. Én biztos, hogy nem. A többiek valószínű, de én az kizár dolog. Péter belesett ebbe a csapdába, a büszkeség csapdába, aztán lett is nagy koppanás belőle. Jézus alig bírja kivakarni belőle a feltámadása után, hogy tényleg a apostoli szolgálatot be tudja tölteni. És ez egy farizeusi mentalitás, ahogy mondtam, hogy elkezdjük mindig összehasonlítani a másikkal magunkat, és erre van egy nagyon jó iga, ami segít ezt a dolgot helyretenni az életünkben. Azt mondja az írás, hogy egymást magatoknál különnek tartsátok. És ezen kezdesz el gondolkozni, az én testvérem miért külön, mint én, akkor mindjárt nem arra gondolok, hogy én miért vagyok jobb, hanem miért lehetek hálás annak a testvérnek az életében, amit Isten elvégzett. Úgy, hogy egyszerűbb lenne. De könnyebb azt megnézni, hogy neki ilyen autója van, ilyen munkája, ilyen háza, ilyen felesége, ilyen gyereke van. Ez úgymond szinte genetikusan benne van az óemberi természetben, hogy az ember mindig próbálja összehasonlítani magát a másikkal. Hogy ő miért jobb, miért különb, és miért jobb. És ez nem az alázatnak az útja. A farizeusoknak ez az alapsztenderd beállítottságuk volt, hogy ők mennyivel jobbak és különbek. És hogy mondtam, a legszörnyűbb az az egészben, hogy emberileg látszatra tényleg igaza volt. Mert tényleg úgymond erkölcsösebb életet élt, szentebb életet élt, Istennek tetszőbb életet élt látszólag, csak a szíve volt távol az Istentől. Nem volt kompatibilis az élete azzal, amit megélt. Jó, tehát az egyik, hogy én jobb vagyok, mint te. Ezt, ha ilyen van, akkor ezt csírájába szépen igével kezeljük, megoldjuk, és akkor léphetünk is tovább. A másik ilyen dolog a büszkeséggel kapcsolatban, hogy tudom kezelni és meg tudom oldani. Ez a büszkeségnek egy másik formája, hogy nem igényeljük a segítséget. Azt hisszük, hogy mi magunk el tudunk boldogulni minden helyzettel és minden problémával. Ez azért veszélyes, mert egy idő után már Istenre se lesz szükségünk. És ennek az állapotnak az egyik hőfokmérője az imádkozás. Amikor nem imádkozol Istenhez, a problémád van. Mert vagy azért, mert csalódtál, vagy azért, mert te meg fogod oldani. Mert te ügyes vagy, mert neked vannak kapcsolataid, vannak képességeid, és te meg fogod tudni oldani. És rá fogsz jönni egy idő után, hogy nem fog menni. És alázat kell ahhoz esetleg, hogy fél év, egy év után, miután már minden lehetőséget kimerítetted és kipróbáltál, hogy oda menjél egy testvérhez, hogy imádkozzál már életem, mert nagyon nagy bajba vagyok. Mert sokszor szégyeljük ezt a dolgot, és büszkének érezzük magunkat ahhoz, hogy pont tőle kérjek segítséget. Igen, tőle kérjek segítséget. Nem az ördögtől való az, hogy egymás terheit hordozzuk, egymásért könyörögjünk, imádkozzunk, és az Úrhoz forduljunk, hogyha probléma van. Tehát amikor ez a tudom kezelni és meg tudom oldani dolog van, abból általában a legrosszabb dolog szokott kisülni. Ezt különösen férfiakkal kapcsolatban szokták mondani, hogy egy férfi valamit meg akar oldani, az nem biztos, hogy általában jól szokott elsülni, mert ugye mindig így gondolkozunk, hogy van egy probléma, meg kell oldani. És utólag üdeszünk, hogy hát ezért imádkozhattam is volna, ezért lehet, hogy böjtölni kellett volna, lehet, hogy várni kellett volna, mert Isten még nem akarta, hogy lépjek. És utólag jövünk rá, hogy hát igen, büszkék voltunk, mert azt hittük, hogy majd mi, a rutinunk, a tapasztalatunk, az évek, meg a baptista háttér majd megoldja a problémát. De hát ez, ahogy látjuk, a farizeusoknál sem működött. Tehát nem kell szégyelni, ha probléma van, és nem boldogulsz, segítséget kérni, akár szabarító szolgálatban, házassági problémában, gyereknevelési probléma, hogyha van, mert nem boldogulsz, nem szégyen tapasztaltabb, érettebb testvérek megkérdezni, hogy nektek ez hogy működött, hogy csináltad. Legyünk bátrak ebben, hogy akik készek ebben segíteni nekünk, azok felé nyissunk, és éljünk is ezekkel az áldásokkal. Ahogy szoktam mondani, a idősekkel a talentumokat nem kell együtt eltemetni. Éljünk azokkal az áldásokkal, amiket mások megharcoltak, végigmentek, amik számunkra is sok-sok nyerességgel járhatnak. Ez volt a második, és a harmadik pedig, ez nem nekem szól. Amikor Isten igéjét és Istennek a beszédét félretesszük, és azt gondoljuk, hogy sok minden vonatkozik rám a Bibliából, de ez nem. Akkor elkezdjük megszűrni Istennek az igéjét, bezárjuk a szívünket Isten igéje előtt, és megszűrjük Istennek az igéjét és Istennek a beszédét, hogy a farizeusok is megszűrték, hogy éppen mi szól nekik, meg mi az, ami rájuk vonatkozik. És érdekes módon Jézus ugye mindig azt mondja, amit ők azt gondolták, hogy nem rájuk vonatkozik.
És ezek a típusú ilyen büszke keresztények, akik így gondolkoznak, azt hiszik, hogy felette állnak a szabályoknak, felette állnak úgymond a gyülekezeti idézőjelben jó szokásoknak, mert ők bármit, bármikor megtehetnek. Ők már annyira lazák és annyira szabadok Krisztusban, hogy ők bármit megtehetnek. És amikor szól egy prédikáció, szól egy istentisztelet, akkor nem azon jár az eszük, hogy Uram, mit szólsz most hozzám, mi az, amiben korrigálsz engem, vagy bátorítasz engem, vagy segítesz, hanem azon gondolkozol, hogy na, végre most ennek szól ez a prédikáció. De kár, hogy nem jött el, meg az a harmadik sorban a testvérrel, tudom, hogy ez a probléma, na most végre meghallhatja Isten igéjét. Ezek az emberek így gondolkoznak. Nem azt nézik, hogy Isten mit szólhat hozzájuk, hogy Isten hogyan tudja az ő életüket rendbe tenni, hanem hogy a másik emberrel éppen mi van. Nézzétek meg, hogy milyen tragédiák születnek ebből a Bibliában. Dávid királynak a történetét ismeritek, amikor a Úriás feleségével megtörténik a galiba. A történet úgy kezdődik, hogy abban az időben, amikor a királyok el szoktak menni a háborúba, Dávid mit csinál? Otthon marad. Én vagyok a felkent király, rám ez nem vonatkozik. Harcoljon mindenki, szépen otthon maradok, éppen wellnessezek, csak éppen volt egy nő, aki elkezdett fürödni. Az is érdekes, hogy miért pont ott és akkor, zárójel bezárva. De a lényeg ez, hogy Dávid azt hitt, hogy ő fölött áll ezeknek a szokásoknak és a törvényeknek. Majd én szépen megoldom ezt a dolgot, meg is látok, hogy milyen bukás lesz. Hogy ott van Sámson. Isten törvényében világosan benne van, hogy a zsidóságban ugye szabályozva volt a házasságnak a kérdése, és általában a zsidó házasságok is úgy voltak, hogy a törzsön belül kellett férfit, illetve nőt találni. Nagyon ritka volt ugye ez a törzsön kívüli vegyes házasság. És Sámson mit csinál? Hát én fölötte vagyok az Isten törvényének, nazír vagyok, akkor erőm van, mint egy bivaj, felborítom az egész csordát, ha kell, veszek el filiszteus nőt. És látjuk, hogy mi lett a következménye. Miért? Mert azt hitte, hogy ő felett áll Isten igéjének és Isten törvényének. Vagy ott van például Anániás és Szafira. Azt hitték, hogy palira vehetik a Szent Lelket. Nekik az apostoli tanítás az smafu, az semmi. Péter meg János ott vannak, az lényegtelen. Majd mi tudjuk, hogy kell adakozni, hogy kell Istennek a pénzt megadni. És az Isten tiszteletről pokrózba vitték ki őket. Pedig Isten tiszteleten voltak, és úgy jöttek el, hogy minden rendben van. Hoztuk a pénzt is, le is tettük, látszólag minden rendben volt. Csak amikor az igazság kiderült, akkor Istennek olyan erőteljes jelenléte volt, hogy megfosztotta őket az élettől. A kenet megölte őket. És ez nem volt játék. És ez miért kezdődött? Mert azt hitték, hogy ez nem nekem szól. Ezt én meg tudom oldani magamtól is. És még egy példa. Uzziás király. Mit mond Uzziás? Ismerjétek a történetet. Papok kézzel-lábbal rángatják ki a templomból, hogy nehogy áldozatot mutasson be a füstölővel. Mondják, hogy nagyon-nagyon nagy baj lesz belőle. Uzziás azt mondta, hogy én vagyok a király, majd én megoldom. Mi lett a következmény? Poklos lett. Mert azt hitte, hogy ő fölött áll Isten törvényének, Isten igényének, a papi szentségnek, és meg lett a következménye. Hát életveszélyes dolog, amikor így gondolkozunk, hogy ez nem nekem szól, én rám ezek a dolgok nem vonatkoznak, mert nagyon nagy bukás lehet a vége, amikor átlépjük ezeket a területeket. És ilyenkor szokott lenni a bűn megmagyarázva, a bűn megideologizálva, hogy miért tehetem meg ezt a bűnt, miért viselkedhetek így, és elkezdem magamnak szépen megmagyarázni azokat a dolgokat, amelyek sokszor teljesen szembe mennek a Szentírással. És ezek az emberek pontosan emiatt a magatartás miatt nem fogadják el a gyülekezet intést, nem fogadják el a korrekciót, a testvéri segítséget, mert azt hiszik, hogy ők teljesen rendben vannak. És már erre a keresztény nyugati világban komoly teológiák épülnek fel. Jó, tehát ez a három egy fontos szűrű legyen az életetekben és az életemben is, hogy ne úgy gondolkozunk, hogy én jobb vagyok, mint te, tudom kezelni, meg tudom oldani, és ez nem nekem szól. Ez egy jó szűrő volt, ugye ez úgy érthető volt. Nagyon kis egyszerű szűrő, nem annyira bonyolult, nem teológia, még Héber sem volt benne. Ezt úgy meg lehet tanulni, ezt haza lehet vinni. És azért mondom el, most jön egy kicsikét a veszélyesebb oldal. Ahogy mondtam, a Héber képes beszéd segít nekünk megérteni azt, hogy az alázatnak mi is igazából a lényege. És ugye a magyar kifejezésben az alázat szónak, ahogy mondtam, nagyon sokszor egy pejoratív értelme van, nem mindig van pozitív hozadéka. Ha valami ilyesmit keresünk, akkor általában a szerzetes irodalomban, illetve a különböző szentségi kultuszokban kell a nyomát lelni, mert alapból a magyar társadalomban, illetve a magyar kultúrában az a alázat, megalázkodni, alázkodás kifejezés, ez egy nagyon pejoratív, nagyon negatív értelmű, ennek több oka is van, de alapból a magyar ember nem szeret megalázkodni, mert büszke. És akkor sokszor a magyar szittya vért, azt a Szentléleknek elég jól kell rendezni és hasogatni. Na ebben segít nekünk a Szentírás egy picit, hogy hogyan is gondolkozzunk erről.
A Héberben több kifejezés van az alázattal kapcsolatban. Én mindegyikről nem fogok ma beszélni, csak egy párat említek meg. Az egyik ilyen kifejezés a kanach szó. Ha valakit érdekel, majd a jegyzetemet is meg tudom osztani, hogy hol tud még utána nézni. Ez a kanach kifejezés azt jelenti, amikor önként átadunk Istennek minden erőforrást, amit tőle kaptunk. Hát gyakorlatilag Istennek visszaadjuk azt, amit tőle kaptunk. Ez az alázatnak az egyik jele a Héberben, és igazából arra használták, katonai kontextus volt az első jelentése, amikor egy királyt leigáztak, amikor egy királyt megaláztak. Ez az alapjelentése, egy katonai kifejezése van, és a Bibliában számtalanszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Isten hogyan ítélte meg azokat az izraeli királyokat, akik nem kanach, tehát nem alázkodtak meg Isten előtt, ezért Isten megtörte az ő büszkeségüket és a gőgüket. Ez volt az elsődleges jelentése ennek, és ennek azért volt lényege, mert ezzel Isten azt akarta megtanítani, hogy hiába van a legmagasabb, úgymond földi pozícióban Izraelnek a királya, neki is alá kell magát rendelnie a seregek urának, Izrael Istenének. Ez mindig erre vonatkozott, amikor ez a kifejezés van, illetve a néppel kapcsolatban is ugyanez volt az alaphozzáállása, jól ismert ige a 2 Krónika 7.14-ben, és megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög és keresi az én arcomat, felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Tehát egy óriási áldás ígérete van, amikor az ember megalázza magát Isten előtt, amit tőle kapott, és semmilyen nincs, amit Istentől ne kapott volna, Istennel leteszi, és azt mondja, köszönök mindent, és megalázza magát. Erről szól tulajdonképpen ez a kifejezés, és ami a legérdekesebb, hogy a szónak a töve, illetve a gyökere akkád hátterű, és egy olyan szó szerepel itt, ami a madár, ahhoz, a vadászok használták, hogy amikor a madár leül, és összehajtja a szárnyait, akkor lehet a leghamarabb megfogni, mert nem tud elrepülni. Na ilyen az alázat is, amikor engedjük, hogy a megalázkodunk, összehajtjuk a szárnyainkat, Isten le tud hajolni, és magához tud bennünket ölelni. És amikor elkezdünk csapdosni, meg verdesni a büszkeségtől, nem engedjük, hogy Isten megérintsen bennünket. Ezt a képet használja itt a Szentírás az alázattal kapcsolatban, hogy engedjük, hogy Isten kezében lenyugodjunk, ott legyünk az Úr kezében, befogjon bennünket, megszeredítsen bennünket, és kiszolgáltatva legyünk számára. Mint hogy a vadásznak is kiszolgáltatva van a zsákmány, ugyanúgy legyünk mi is jó értelembe véve kiszolgáltatva az Istenhez. És ez az alázat, amiről, ahogy mondtam, Isten áldásához, Isten szabadító munkájához egy belépő. Amikor nem vergődünk, nem ugrabugrálunk, hanem engedjük, hogy megnyugodjunk az Isten kezében. És ahogy mondtam, sokszor próbáljuk magunk megoldani a problémákat és a dolgokat, csapkodunk jobbra-balra a szárnyainkkal, meg minden, és nem engedjük, hogy Isten intézze el a dolgát. Erre vonatkozik ez a fajta kanach kifejezés. A 2 Krónika 12.6.8-ban ezt olvashatjuk. Akkor megalázták magukat Izrael fejedelmi és királyai, és ezt mondták, az Úr igaz. És akkor az Úr látta, hogy megalázták magukat, így szólt az Úr Semája prófétának. Megalázták magukat, nem vesztem el őket, hanem némi szabadulást szerzek nekik, és nem mondtam ki haragomat Jeruzsálem ellen. Itt is ezt látjuk, hogy erre az alázatra Istennek az volt a válasz, hogy megszabadította az ő népét. Igaz, hogy átmeneti időre, mert a csíra azért még ott volt, de a megalázkodás az mindig utat nyitott ahhoz, hogy Isten szabadítása megérkezzen. A kevélyeknek, a büszke embereknek Isten mindig ellenáll. Nem tud beavatkozni az életükbe, mert az emberek azt hiszik, hogy nekik nincs szükségük Istenre. De amikor megalázkodunk Isten előtt, akkor Isten segít abban, hogy jöjjön az ő szabadításával, jöjjön az ő kegyelmével. Csak legyünk ott a kezébe. Ez az igazi alázat, amikor Isten kezében vagyunk. Amikor elfogadjuk, hogy tőle függünk, ő van a mi életünknek a középpontjában. Másik kifejezés a shahach kifejezés. Ez nem olvasok konkrét igét, mert nagyon-nagyon sok van az Ószövetségben. Ez a külső formára vonatkozik, hogy az ember letérdel, meghajol, meggörnyed, megalázkodik. Ez a fizikai megjelenési formája az alázatnak. Tehát nem csak egy szívbeli állapotot fejez ki, hanem fizikailag is megalázza magát az ember. Tulajdonképpen a vámszedő ezt tette, amikor ezt a fajta megalázkodást tette, és még olvashatunk arra is, hogy néha az emberek megszaggatták, megtéték a ruhájukat, vagy port hintettek a fejükre. Ez is már különböző formája volt ennek a shahachnak, hogy hogyan is alázzák meg magukat Isten színe előtt. Fizikailag is kifejezték ezt a dolgukat.
A következő, ami nagyon érdekes, ez a Sáfál kifejezés. Ez szó szerint alázatos szellemű embert jelent. Olyan embert jelent, akinek az életében nagyon erőteljesen ott van az alázat. Egészen a szelleméig hatolóan már benne van egy alázatos életvitel, egy alázatos életnek a hordozása, és olyan személyre vonatkozik elsősorban, aki egyszerűen él, szerényen él, önmegtartóztatóan él, bármilyen lehetőség és képessége van. Ez azért fontos, mert akik így éltek, függetlenül, hogy mennyire gazdagok voltak, vagy mennyire szegények voltak, nem ettől függött, hogy alázatos szelleműek vagy sem. Tudták magukat függetleníteni a körülményeitől, és csak az számított számukra, hogy alázatosak legyenek minden körülmények között. Akár jó idő van, akár rossz idő van, nekik ez az alázatos szívüket és a szellemüket nem befolyásolta, hogy mennyi van a bankszámlájukon, mivel rendelkeznek, mit csinálnak, mennyit ehetnek vagy ihatnak, teljesen tudták magukat ettől függetleníteni. Ilyen protoszerzetes gondolkodásmód ez valamilyen szinten. Ézsaiás 57:15-ben olvashatunk erről, hogy mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottat és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Itt a magyarban ugye a lélek szó van, de itt az eredetiben az alázatosoknak a szelleméről van szó. Ez egy alázatos szellem, ami így munkálkodik, és ugyanez a kifejezés van a példabeszélek 16-19-ben is, hogy jobb alázatos szellemmel lenni a szelidekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. Tehát az alázatban is, ahogy mondtam, lehet növekedni, kell is növekedni, és amikor valakiben az alázat szelleme ott van, ez egy nagyon erőteljes dolog, ez egy nagyon demonstratív dolog. És hogy mondtam, ez nem egy féreg mentalitás, hanem egy nagyon erőteljes dolgot hordoz az ember szívében, jellemében, és amikor az ember egy ilyen alázatos emberrel találkozik, akkor érződik benne az a szentség, az az erő, az a méltóság, az a tisztesség, mert közvetlenül Istennel van közösségben, Istennel van kapcsolatban, tudja az ő helyét az Istennel való kapcsolatában, az emberekkel való kapcsolatában, és ez egy alázatos szellemnek a kimunkálásában nagyon erőteljesen dolgozik az Úr. És érdekes, hogy a 2 Sámuel 6:22-ben Dáviddal kapcsolatban olvassuk, hogy sőt, minél inkább megalázom magamat, és minél alávalóbb leszek a magam szemei előtt. Itt az alávaló szó helyén szerepel ez a Sáfál kifejezés, és tudjuk a történetből, hogy itt Mikáról van szó, amikor megfeddi, vagy rászól Dávidra, hogy hogyan viselkedett, és azt mondja Dávid, hogy minél alázatosabb szellemű leszek, annál inkább fognak majd engem a szolgák tisztelni. Dávid tudta, hogy az alázatos szellemre neki nagyon nagy szüksége van. Isten olyan elhívással hívta el őt, és jó pár ilyen zsoltár is szól erről egyébként, illetve a Krónikák könyve is, vagy a Királyok könyve is, amikor Dávid arról tesz bizonyságot, hogy kicsoda vagyok. Egy egyszerű kis birkapásztor voltam, elpengettem ott a nyáj mellett, néha egy-két ilyen kóbor vadállatot jó fűbe vágtam, úgy el voltam, és akkor Uram, ide felemeltél, még hogy Izrael királya lettem, a te néped királya, ráadásul messiási ígéretem van, tőlem fog származni a messiás. Hát hogy van ez? És ezért mondja Dávid, hogy ahogy ezt ő megértse és meg tudta érteni, eznek egy ilyen alázatos szellemre volt szüksége. Hogy ne felfúvalkodjon, ne gőgös legyen, ne kérkedjen az ő hatalmával és a nagyságával. Tudjuk, hogy egyszer megtörtént az életében, amikor a népszámlálást tartotta. De akkor is Dávid mit kér Istentől? Hadd essem az ő kezébe. Ő tudta, hogy ha Isten engem fogjul ejt, az Isten kezében leszek, még ha jól meg is dörzsöl, meg jól meg is szorongat, akkor is a legjobb helyen leszek. Ő engedte magát megfogni Istentől, mint a madarat a madarásztól. És ott volt biztonságban, ott volt jó keze. De Dávidnak is el kellett jön az életében, amikor ezeket a dolgokat használja. És Isten, amikor az embereket megalázza, ezeket a büszke és kevély embereket, pontosan azért alázza meg, jó pár példabeszédekbeli ige van ezzel kapcsolatban, hogy az emberek megtanulják ezt az alázatos szellemet, hogy kimunkálja bennük ezt az alázatos szellemet. Hogy ne a felfúvalkodottságban, ne a gőkben legyenek benne, hanem ezzel az alázatos szellemmel. Az 1 Sámuel 2:7-ben olvashatjuk, az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Hát az az Isten, aki megalázza az embert, azért teszi, hogyha rendbe jön az életed, tényleg az alázatnak a szellemével rendelkezel, akkor fel is tud majd magasztalni téged annak az idején. És a leggyakoribb kifejezés a alázattal kapcsolatban,
ez a ani és az anav kifejezés, ezt találjuk a legtöbbször, tulajdonképpen ez az alapszava az alázatnak a héberben, és ez általában olyanra vonatkozik, ami a körülményekből fakadó alázat. És azt jelenti, hogy nagyon sokszor az emberek azért kerültek ilyen állapotba és ilyen helyzetbe, mert valamilyen igazságtalanság történt velük, törvénytelenség történt velük, valamilyen gonoszság áll a háttérben, tehát egy külső körülmény hozza létre bennük azt, hogy alázatossá válnak, hogy megtörik az életük. Biztos ti is ismertek ilyen embereket, hogy megtört az életük. Volt egy tragédia az életükben, sok olyan dolog volt, amiről nem ők tehettek, és mégis bekövetkezett. Például az Ézsaiás 32:7-ben olvashatjuk, hogy családnak eszközei családak, ő álnokságot tervel, hogy elveszítse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna. És ezek a annik vagy anávok, ezek azok a személyek, akik a társadalom perifériáján vannak, a lenézettek, a megvetettek, ilyen Zákeus típusú személyek, akik nagyon sok megvetésben részesülnek, és a Biblia számtalanszor beszél arról, hogy aki a szegényt lenézi, vagy megszólja, vagy az árvákat, vagy ezeket a segítségre szorulókat, az Isten szemében ez egy gyűlöletes dolog. Amikor egy megalázott, szerencsétlen emberbe még belerúgunk mi is keresztényként. Amikor nem segítjük őket, nem támogatjuk őket, hogyha a Szentlélek arra indít bennünket, az Isten szemében gonoszságnak minősül. Van a megalázottságnak, ennek az állapotnak egy méltósága, hogy hogyan lehet ezeken az embereken segíteni, hogy ne úgy érezzék, hogy még inkább megalázzuk őket, különösen nem keresztényként. És hogy mondtam, ez egy külső körülményből fakad, amikor az emberek nem tehetnek erről a dologról, és bizony nagyon sok olyan keresztény van, akinek az életében bekövetkeznek látszólag ilyen törések, bekövetkeznek ilyen tragédiák, amik pontosan azért következnek be, mert Isten alázatra akarja őket tanítani és nevelni. Mert lehet, hogy már figyelmeztette őt, volt más szava hozzá, nem hagyta abba azt az életmódot, azt a fajta viselkedést, és Isten megtörte az ő életét. És ennek van egy tudatos formája, ennek az alázatnak, amikor valaki nem a külső körülmények hatására lesz alázatos, vagy válik olyan helyzetbe, hogy megalázottság állapotába kerül, ez pedig amikor tudatosan dönt valaki az alázat mellett, hanem amikor egy ilyen belső késztetés van, amikor a Szentlélek által, amikor Isten vezetése által elkezd az emberben már kiformálódni ez a dolog, és azt látjuk például Jom Kippurkor, ugye ez egy előírás volt a zsidóknak, hogy sanyargassák meg magukat, alázzák meg magukat Isten előtt, de ugyanezt olvashatjuk például Dániel prófétánál is, hogy amikor imádkozik, akkor megalázta magát. Szándékosan és tudatosan, böjtben, imádságban kereste az Urat és megalázta magát, és a Ézsaiás próféta 53. rész 7. versében magáról a messiásról mondja az ige, hogy ő magát megalázta. Tehát maga Jézus is ilyen tudatos megalázottságon ment keresztül, ahogy a Filippi levél 2. részében is olvashatunk erről, és Pál is a Apcsel 20:19-ben beszél arról, hogy teljes alázatossággal szolgált az Úrnak. Egy tudatos döntése volt Pálnak, hogy alázatban fogok szolgálni. És azért fogok szolgálni, mert szeretem az Urat, mert megváltott engem, mert megszabadított engem. Ez egy tudatos döntése volt Pálnak, hogy az alázat útján jár, és az alázat útját fogja keresni. Nézzük, hogy milyen áldásai lehetnek az alázatnak. Egyfelől az alázatnak az áldása nagyon érdekes, mert az Ószövetségben a legtöbbször az alázat áldása, azt a Károli Fordítású Biblia mindig tisztességnek fordítja, de ott mindig a kabot kifejezés szerepel, a dicsőség. Hát az az ember, aki megalázza magát, aki az alázatos életmódot követi, az alázatban jár, tisztában van azzal, hogy kicsoda Isten, kicsoda ő, teljesen rendben vannak ezek a dolgok, akkor azokat Isten egy ilyen megdicsőített állapotba helyezi. Egy ékszer lesz az Isten kezében, egy dicsőség lesz az Isten kezében, aki, mint Jób, lehet rá mutogatni, hogy egy istenfélő ember. Ez a célja és áldása az alázatnak, amikor Isten megdicsőíti a mi életünket. Jakab apostol azt írja, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Sok keresztény felmagasztalja magát, és Isten megalázza. A legjobb állapot az, amikor megalázzuk magunkat, és Isten felemel bennünket. Ez a legjobb, amikor a helyünket tudjuk
Péter apostol szintén ezt a dolgot mutatja be, és azért is adtam a szolgálatomnak ezt a címet, hogy az alázat köntöse, mert az új szövetség arról beszél, hogy az alázat az a hívő emberen olyan, mint egy ruha, amit fel kell ölteni, aminek látszódni kell a külsőben. Nem ilyen farizeusi módon, hogy bojtokat hordunk, meg mindenféle dolgokat magunkra aggatunk, és emiatt vagyunk alázatosak, hanem azért, mert ilyen a életvitelünk, ilyen a gondolkodásmódunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy kicsoda Isten, kicsoda az ember, tudjuk, hogy milyen elhívásunk van, milyen szolgálatunk van, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen értékekkel rendelkezünk, miket kaptunk az Úrtól, és ezeket kell felöltöznünk. Kolossi 3.12. Öltözétek fel azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget és hosszú tűrést. Ez a alázatosság az, amit így fel kell öltöznünk, mint egy ruházatot. És hogy mondtam, ezt tanulni kell, ez nem teljesen egyszerű dolog, de nagyon fontos, hogy ez az alázat ott legyen az életünkben, és be tudjuk mutatni. Pál apostolról már beszéltem, hogy az ő életében ez hogyan is működött, és végül néhány dolgot még összefoglalásképpen a büszkeséggel és az alázattal kapcsolatban. Az egyik, hogy ne legyél büszke vagy önelégült, hanem ha szükséges, ismerd el a hibáidat és a gyengeségeidet. Ez segít abban, hogy az értékrended a helyén maradjon. Ne keresd a saját dicsőségemet ne keressük, hanem keressük másoknak a javát, keressük másoknak a szolgálatát. Én amikor elkezdtem az igei szolgálatokkal foglalkozni, illetve kezdett már úgy derengeni, hogy mire hívott el az Úr. Az első ige, amit kaptam, az a Jakab 3.1 volt, a másik pedig a 1. Korintus levél 8. részében van, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Hát Isten megszabja az embernek az irányát, hogy hogyan gondolkodjon a szolgálatról. Aztán ne ítélkezz vagy kritizáld másokat, hanem légy irgalmas és megbocsátó. Hát előbb a gerendát távolítsd el, és utána majd lehet a szálkával foglalkozni, tehát hogy ez is legyen rendben az életünkben. Ne versengjél vagy hasonlítsd magad másokhoz, hanem légy elégedett azzal, amit van. A alázatos szívnek az egyik legfontosabb jellemvonása mindig a hálaadás. Hogy ki vagyok szolgáltatva Istennek, és teljes mértékben tőle függök, és éppen ezért, ahogy Pál is mondja, mindenkor mindenért hálát adjatok. És fontos, hogy ne ellenkezzünk Isten akarata és Isten vezetése ellen, hanem ha Isten valamire megkér, akkor az alázat nem csak a háladásban nyilvánul meg, hanem az engedelmességben is. Ugye, amit Isten mond, nem azt mondom, hogy majd én jobban tudom, majd én megoldom, majd én kitalálom, csak Isten áldja meg, meg én megimádkozom, de az Úr adja rá az áldását, hanem megfordítom a dolgot, és engedem, hogy Isten rendezze ezt a dolgot. És az alázatos ember az jobban tanul és fejlődik, ezt is lehet látni az igéből, mert képes arra, hogy tanuljon, képes arra, hogy ismeretekhez jusson, nyitott az új dolgokra, nyitott arra, hogy Isten beavatkozzon az életébe, munkálkodjon az életében. Ezt egy büszke és egy gőgös ember, ahogy mondom, nehezen tudja végrehajtani. Az alázatos ember nagyon jó kapcsolatokat tud kiépíteni, nagyon jól tud kommunikálni. Egy olyan igazi krisztusi szíve és krisztusi jelleme van, ami segít a másokkal való közösségben, a kapcsolattartásban, a kapcsolatoknak az építésében. Az alázatos ember nagyon jól tudja kezelni a konfliktusokat, tudja azt, hogy mikor kell kitérni az éretlen vitatkozások elől, mikor nincs értelme valakivel veszekedni, vagy ilyen dolgokat végezni, mert olyan, mintha ennek a széknek beszélne, teljesen tisztában van, hogy nem megy bele ebbe az értelmetlen veszekedéseknek a zsákutcájába. És az alázatos ember, ahogy mondtam, sokkal közelebb van Istenhez, mert tisztában van azzal, hogy a teremtettségénél fogva, az újjászületésénél fogva, az Isten gyermeki mi voltánál fogva, neki igazából mi is a helye, és mi is a szerepe. És Jézus életével szeretném befejezni a példázatot is, illetve valamivel arra bátorított bennünket, hogy a megigazultságnak az állapota, az újjászületésünknek az állapota megalázkodás és alázat nélkül nem megy. Jézus egy alázatos életre hívott el bennünket, ő az, aki önmagát megalázta, és teljes mértékben példát adott nekünk arra, hogy hogyan és milyen módon kell alázatban járni. Láthatjuk az élete végén, amikor az utolsó napjai vannak, meghurcolják, megkorbácsolják a keresztre feszítés,
hogy alázatos volt és néma volt, nem nyitotta ki a száját. Megtette volna, hogy lehívja az angyalokat, különböző légiók jöttek volna, mondjuk egy szál angyal, ha lejön a mennyből, az is rendet vágott volna ott Jeruzsálemben abban az időben, nem kellett volna 12 légió, azok még az univerzumot is megsemmisítették volna, ha kellett volna. Nem tette meg. Miért? Mert alázatos volt. Eljött, hogy megmentsen és megszabadítson bennünket. Hogy ne legyünk a büszkeség rabjai, a gőgőnek a rabjai, a felfogalkodottságnak a rabjai, ne egy vallásos rendszerben éljünk és gondolkozzunk, ami csak az érdemeire tekint, a saját kiváltságaira, az emberi egóra, hanem teljes mértékben az alázat kiszolgáltatja magát Istennek. Engedjük, hogy Isten így megfogjon és megragadjon bennünket, és Mikás próféta igéjével szeretném befejezni, ami így hangzik: megjelentette neked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.